nézőit és hallgatóit, műsorom címe Mesél a kávéház. Immár a sokadik alkalommal jelentkezünk a Continent Wine & Caféból. Mellettem a védjegyem egy melancs. Látszik? Látszik. Jó, látszik. Velem szemben a nagy meghívott vendégeim ketten vannak. És hát azt mondhatom el róluk, hogy egy rendes család, polgári család, a zenei életben évek óta, évtizedek óta jelen vannak, kedvelik a Mentát, meg a Projectet, a Menta Project két oszlopos tagja, Csodás Antónia és Rendes Sándor. Szerbusztok, üdvözöllek benneteket! Hogy vagytok? Hát köszönjük, jól egy kicsit fáradtam, de örültünk, hogy meghívtál minket a műsorba, örömmel jöttünk. Fáradtak vagytok, dolgoztatok? Igen. Ami minden rendes ember dolgozik. Szóba került itt a felvezető kapcsán, hogy a zenei élet oszlopos tagjai vagytok immár több évtizede, és hát a Menta Projectben zenéltek most így együtt, de előtte is volt nektek egy együttesetek, illetve hát több is. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen 91-ben kezdődött el a mi közös zenélésünk, és a közös életünk így együtt. Tehát ott is megyedek egymást? Igen, 1991 óta vagyunk egy pár, és a Szívtigor zenekarba kezdtünk, mondhatni az alapító tagok között voltunk, és mennyi, 15 évig, vagy azt hiszem, addig voltunk a zenekarba, úgyhogy elég sokáig. Aztán voltak, akkor blues zenekarban is, akkor Sanyi játszott, és akkor én mentem énekelni, vokálozni, de tulajdonképpen a Menta Projectnek volt egy előzménye, a Desztelt zenekar, és oda meg én kerültem be énekelni, és úgy jött utánam Sanyi, szólógitáros. És miért nem kapcsolódtál be Sanyihoz az X-Singersben, mert ugye vagy annak idején még Webber kurs, mert hogy ott is gitároztál. Igen, volt egy időszak, szerintem több mint egy másfél év lehetett egyébként. Ez nagyon jó kis csapat volt, nagyon szerettem dolgozni, fiatalok. De hát az X-Singers ugye az Rényis diákok volt, hát ott a Rényis diákok énekelt, nem volt külső segítség, a zenekar volt más tagokból ugye összerakva, és nekem ott zenész barátai voltak, aztán szóltak, hogy menni kellene segíteni a gitáros poszton, így kerültem oda, de most meg nagyon szurkolok nekik, hogy a búcsú koncertre készülnek, ahogy olvastam itt a médiában, úgyhogy innen is tudom neki. Hajrá! És visszatérve erre, nekem azért nem az X-Sing, tehát én nem is a Rényiben jártam, én a Vasvári gimnáziumban jártam énekzenetagozatra, Máté Szalkai születésű vagyok, ez, ugye ez ott van a Facebookon, ez elolvasható, tehát ez az információ, ez publikus és büszke is vagyok rá. Tulajdonképpen 14 éves koromban kerültem be Nyíregyházára, a Vasvári Pál gimnáziumba, és úgy keveredtem a könnyű zene világába tulajdonképpen. Énekzene és történelem szakon végeztél. Így igaz, igen. Igen. Ez a kettő, a történelem és az ének, az, hogy jött ez a párosítás? Mert azt megszerettem volna már kérdezni tőle, mikor elolvastam ezt róla. Szerintem ez nem kérdés, tehát a történelemnek egy része a művészet, és a művészetre mindig hatott ugye a történelmi helyzet, az aktuális időszak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hat egymásra a kettő. Tanítottam nagyon sokáig, 18 évig vidékre kijártam, és történelmének szakos tanárként dolgoztam. És azért jó, hogy amikor párhuzamot tud vonni az ember, és akkor a gyerekeknek el tudja magyarázni, tudjátok, amikor ez volt Magyarországon, akkor a zenében ezt ilyen és ilyen művészeti stílusok voltak, ilyen zeneszerzők voltak, és akkor párhuzamot vonunk a képzőművészet, és én ezt mindig így szerettem tanítani komplexen, hogy rálássanak a gyerekek ezekre a dolgokra. Ez nagyon dicséretes egyébként, meg az is, hogy te tanítottál, mert szerintem a többség, aki nem ismert téged olyan mélyen, azok azt hiszik, hogy hát te ugye most egy teljesen más területen dolgozol, azt ennyit elárulhatunk róla, és hogy ugye a Menta Project révén azt hiszik, hogy te soha az életben nem foglalkoztál ilyesmivel. Hát az az igazság, hogy ezek igen kemény évek voltak számomra, mert vidékre jártam ki Gégénybe, és kezdetben úgy jártam, hogy autó
busszal vasútállomás, utána vonattal és biciklivel, egy háznál be volt téve a biciklim, és amikor ilyen jó kis felhőszakadásos időszak volt, akkor is én biciklivel mentem, hát pont szoktam is mondani, hát akkor 41-nehány kilós voltam, mert ugye igen, nehéz időszak volt ez. Nagyon sokáig kiártam, és hát ez sok időt és energiát elvett az életemből, de nagyon sokat is kaptam, nagyon sok szeretetet, de úgy már túlságosan fárasztónak találtam ezt, hogy naponta én útra keljek. Ha bár autóval közlekedtem az utóbbi időben, tehát az sem igazán biztonságos. És akkor már együtt voltatok ezzel az időszakban? Persze. Na, hogy viselted, szegény asszony? Mindenkinek meg volt a saját feladata. Rádiózott. Én meg rádióztam akkor ráadásul a Sunshine Rádióban. Reggeli műsort, tehát én klasszikusan 5 órakor keltem, hogy 6-ra műsor kész állapotba kerüljön az ember, tehát, és délután valamikor az ember végzett, akkor kiszusszantuk egymást és magunkat, és egy kezdődött előre. Szóval jó kis taposómaló volt, meg még ha hozzáteszem azt, hogy mellette még a nyári időszakban sem volt lazítás, az pont az az időszak volt, amikor a Swifty Pro-ról, akit játszottunk a teraszon, 5 vagy 6 szezon, én nem is tudom. Azért ott az kemény, amikor reggel az ember elindul 5 órakor dolgozni, és akkor este 10-kor leteszi a lantot, hogy másnap reggel újból el tudja kezdeni minket, szóval volt néhány olyan húzós este, amikor tényleg csak belül sőt, időközben ugye megszületett az első fiunk, Bendegúz, 99-ben, és ő pont áprilisi születésű, és kb. 2 hónapos volt, amikor én visszaálltam énekelni, és hát azok sem voltak egyszerű időszakok, tehát úgy mentem el, hogy a gyereket teljesen előkészítettem az alváshoz, és akkor irány kis ósvóra, amikor visszajöttünk, persze sok segítséget kaptunk Sanyinak az édesanyjától, ő vigyázott olyankor Bendegúzra, és amikor hazajöttünk, akkor ugye felkelt a gyerek, megetettem, stb. Hajnalban megint kell, tehát szoktam mesélni, volt úgy, hogy mentem ki a konyhába, és lefejeltem így egy szegybe az ajtót, mert annyira kimerült és fáradt voltam, de hát megérte, én úgy gondolom. Hogy lehet bírni? Hogy bírtátok ezt hát ebben az időszakban? Hát én úgy gondolom azt, hogy ha úgy éljük meg, hogy nekünk a zene az nem teher, hanem ez nekünk tulajdonképpen egyfajta kikapcsolódás, és teljesen más dimenzióba kerülünk akkor, amikor akár Sanyi is gitárt vesz a kezébe, és olyankor megfeledkezünk minden hétköznapi nehézségről, legalábbis én így érzem, hogy mai nap is, én nem tudom, hogyha nem zenét, tehát annyira fontos, hogy feltöltsön minket valami, másnak a sportolás, vagy éppen a kézműveskedés, én úgy gondolom, hogy nekünk mindenképpen a zene az, ami kikapcsol és erőt ad. Nem, abszolút egyetértek ezzel, sőt, hát szoktam is mondani, hogy néha valami normális dolgot is kell az embernek csinálni az életben, nem így csak a munkával foglalkozni. De ez tényleg így van, hogy nem ennek van egy napi munkarutinja, azért kevés olyan embernek van olyan szakmája, hogy annyira változatos legyen, hogy teljesen át tudja élni a napközben foglalkozni. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy amit perhőnak csinálunk, az ne adna egy megfelelő visszacsatolást az embernek sikerességben, vagy előrehaladásban, de mégiscsak kell egy másfajta tevékenység, ami ki tudja kapcsolni az agyát. Nálam a főzés a másik ilyen. Igen, én ezt azt akartam is kérdezni, hogy otthon te főzöl a Sanyit? Nem, hát ez csak úgy néz ki, a Facebook miatt néz ki úgy egyébként. Hát. Egyszer főztem valamit is, annyira büszke voltam magamra, hogy eltaláltam, hogy feltettem a képet, de aztán már nem hagytak vele a barátok, az ismerősök békén azt szinte követelték, de most már szerintem egy jó fél éve nem nagyon teszegetek fő ilyeneket. Rájöttem, hogy ez nem az én szakterület. Vannak emberek, akik szeretnek főzni, vagy vannak olyan emberek, akik tudnak főzni. Ez a kettő, hogyha találkozik, akkor azt úgy hívják, hogy mesterszakás, de az meg egy nagyon komoly szakma, ami egy egész embert kíván. Ismerek ilyeneket, tehát én biztosan nem fogok az lenni soha. Na most ennek én örülök a legjobban, hogy ezt így a nagy nyilvánosság előtt bevallotta. Tehát ő tényleg szeretetből főz, így meg azért, mert a családot etetni kell. Mert hogy még egy másik fiunk is van, akire szintén nagyon büszkék vagyunk, Boldizsár, ő is 13 éves, és ő is nagyon szeret
finomakat enni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért jókor a kis mennyiségekkel, ha én főzök, jókor a kis mennyiségekkel kezdek. Sokat tesznek a fiúk? Igen, igen. Igen, meg szerintem... Én nem, a fiúk hát, igen. Meg én úgy gondolom, lehet, hogy szerintelenségnek tűnik, de szerintem jól főzök. És a sütés az már kevésbé megy, de alakul az is. És egyébként említetted, hogy két fiad van. Ez is egy olyan téma, amit jól ki lehet vesézni, de hogy tudsz megküzdeni a kamasz problémákkal, a kamasz nehézségeivel? Mennyire vagytok liberálisak egyébként? Hát, Sanyi teljes mértékben, én vagyok. Én te vagy a fék? Én rettenetesen. Kivedne? Nyilván, anyának. Rettenetesen. Hát a nagyobb gyermekünk az már, hál' Istennek, már átment ezen az időszakon. Boldi az meg most 13 éves, tehát, és sőt, hát mindketten én úgy érzem, hogy jóval hamarabb elkezdtek kamaszodni. Én vagyok az, aki számunk ér rajtuk dolgokat, vagy hogy... És én tudom, kamasz gyerekekkel bántam, én tudom, hogy ők velük teljesen másképp kell, mert sokkal érzékenyebbek, lehet, hogy valahogy úgy szólnak vissza, ahogy nem kéne, de persze ez is szerintem ebből a korszakból adódik. Úgyhogy nem könnyű, nem könnyű. És nagyon előjön benned a tanár, oda-haza, vagy otthon? Nem, nem. Az az igazság, hogy egyáltalán nem. Tehát annak idején nekem van még három testvérem, egy nővérem és két bátyám. A nővérem, ő pedagógus, és ő mondta nekem tapasztalatból, hogy te az anyja vagy ennek a gyereknek, akkor még csak bendedúz volt, az anyja vagy és nem a tanára. Ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkoztam velük mondjuk a történelemből, nyilván az a plusz tudás, ami bennem van, én azt folyamatosan megosztom a gyerekeimmel, és hála jó Istennek érdeklődőek, és büszke vagyok rá, hogy én úgy gondolom, hogy mindketten a korosztályukhoz képest tájékozottabbak, akár a történelmi dolgokban, vagy akár a hétköznapi dolgokban. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, nem. Tehát legyen gyerekkora annak a gyereknek, és sokszor nem biztos, hogy azzal érünk el célt, hogyha nagyon következetesen és mindig minden számon kérve a gyereken, mert neki is sok minden van. Tehát én úgy gondolom, a mai gyerekek nagyon leterheltek, és nekik is kell egy kis lazítás néha. És ezt apával megcsinálják. Persze, meg nem is nagyon értjük már az ő világukat. Azért látszik, hogy ők egyfajta virtuális térben élik az életüknek a nagyobb részét. De ugyanakkor ezeket a klasszikus értékeket meg valahol fel kell tudni mutatni magunk körül. Tehát nyilván ez a klasszikus duma, hogy mi vagyunk a gyerekeknek a példaképek, ezt azért az otthoni környezetben is kell. Tehát nekünk azért viszonylag sok könyvünk van a könyvespolcon. Nem adjuk a kezébe a gyereknek a könyvet, hogy üljél le a sarokba, és most kötelező olvasni. De ha nincs könyvespolc, meg nincs rajta könyv, amit a gyerek le tud venni, akkor nem fog olvasni soha. Hát szerintem én sok családban azt hallom, hogy hát azért nem olvas a gyerek, hát mert nincs mit olvasni, nincs könyvespolcot. Tehát el kell juttatni egy gyereket a könyvespolcig. Illetve hát most már ugye a technológia változása miatt a gyerekeinkben szerintem megfogalmazódik egy kérdés, és nem feltétlenül mondjuk tényleg a könyvet veszélek, hanem nyilván a világhálón rákeres, de az már nagyon jó, hogy érdeklődőek, mert így nyilván sokkal több információhoz is hozzá tudnak jutni, csak én úgy gondolom, hogy a szülőknek abban van a feladata, hogy ezt az érdeklődést, ezt a gyerekekbe kialakítsák, hogy igenis nyitottak legyenek a világ dolgaira. Csodálatos módon mind a kettő muzikális. Igen. Nem tudom, hogy tőle költék, tehát azt nem is tudom. Még egy picit maradjunk itt a világhálónál és a kommunikációnál. Sanyi, te eléggé jártas vagy kommunikáció területén, mondhatni. Aki ismer téged, az tudja, aki nem, az meg most ne legyen annyi elég, hogy nagyon jártas vagy ebben a témában. Mondjuk úgy, hogy a pályád eleje óta ebben tevékenykedsz. Számos esetben találkoztál, gondolom te is azzal, hogy hiába ott van, ugye a lexikont említetted, Toncs, hogy nem biztos, hogy azt fogják levenni mondjuk a révei összes,
de abban sokkal kevesebb volt mondjuk a tárgyi tudás, mint amennyi mondjuk az interneten felelhető ilyen hamis és ál hírek. Ezt azért tudatosan módosítottad a gyerekek fejében, hogy azért nem minden hírt kell elfogadni, vagy megenni úgy, ahogy ez erről elég sokat beszélgettünk, már most nem nagyon kell velük beszélgetni, szerintem ők már jól tudják használni az internetet, de ahogy te egyébként összefoglaltad, az a legfontosabb most az interneten való információ szerzésben, hogy tulajdonképpen nincsenek hitelesítő pecsétek. Tehát én most beírok egy keresőbe egy kulcsszót, és ki fog dobni 100 találatot, 1000-et, 10000-et, attól függ, hogy hány szócik foglalkozik vele. Na de az, aki ott ül a gép előtt, az honnan tudja egyébként ellenőrizni, hogy ez az információ valós adaton alapszik, kinyomja rá a hitelesítő pecsétet, ki az a grémium, ki ez az akadémiai pecsét nyomó, aki azt mondja, hogy már pedig ezen az oldalon biztosan jó információk találhatok. Nincs ilyen. Ezért kell megtanítani a gyerekekkel, hogy utána kell nézni, hogy milyen módszer alapján tudják azonosítani, hogy valami valós információ, vagy nem valós információ. És egyébként meg ez így van az egész internetes kommunikáció világában, ha hírportálokat tekintjük, ugye, nagyon divatos lett ez a fake news világ, vannak olyan médiumok, amik már szinte csak ezekkel foglalkoznak, akkor a közösségi médiákban, a klikvadász oldalak, ahol biztosan nem jó információkat fognak közölni, hanem csak a linkekre vadásznak. Szóval ez szerintem engem egy picit meg is rémiszt, mert ebből aztán nagyon sok minden lehet. Emlékezzünk vissza, 10 évvel ezelőtt még nem beszéltünk Facebookról. Nem beszéltünk ilyen mennyiségű hírportálról világszinten, Magyarország szinten sem. Ha a kommunikáció leggyorsabb formájáról beszéltünk 10-12 évvel ezelőtt, az az SMS volt. És nem mindenki tudott vele élni, mert akkor még nagyon kemény pénzeket kellett egy-egy SMS-ért fizetni. Még emlékeim szerint volt, hogy egy SMS 150 forint volt. Na most ehhez képest most 2 darab kapítással teljesen ingyenesen el tudsz jutatni egy információt mondjuk egy közösségi portálon 5000 emberhez, vagy 10000 emberhez, vagy 500 forintos hirdetéssel 20000-hez. És hiteles? Nem. Ki tudja? Hát igen. Vagy nem tudja, vagy lehet. Ki tudja. Szóval ez egy szép kihívás lesz a mi életünkben, ez biztos. Ez egy... Nagyon szép összefoglaló volt. Az a kérdés merült fel bennem, hogy itt említetted ezt a hitelesítést, eljuttatást, pecsételést. Te mennyire támaszkodsz még az interneten található dolgokra? Vagy te inkább mondjuk úgy a sajtókommunikációban hivatalos forrásból jönnek, vagy azért te is vadászol némilyen? Hát, ha most így végig gondolom, hogy nyilván az ember nem tudja kizárni az életéből, hogyha gyorsan akar információt szerezni valahonnan, utána nézni különböző adatbázisokba. De hogyha az ember nagyon aprólékos és precízen akarja végezni a munkáját, azért vannak olyan hírforrások, vagy olyan oldalak, ahol valós információk találhatók. Ezeket klasszikusan még mindig a nagy intézményekhez kötődnek. Vagy archívumokhoz kötődnek. A kedvenc olvasmányom egyébként a Nyírvidéknek az archívumokban. Annyi nyíregyházi érdekességet lehet olvasni, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az Arcanum digitális könyvtárban megtalálható az összes Nyírvidék évfolyam beszkennelve. Ha csak egyet kinyitnak mondjuk 100 évvel ezelőtt, és elkezdik olvasni az akkori embereknek az élete, milyen kérdések körül zajlott, akkor rájönnek, hogy 100 év alatt semmi nem változott. Lehet, hogy a környezetünk változik, információ, technológia vesz körbe, minket nem mobiltelefonálunk, de az embereknek ugyanaz volt a baja. Élni akartak, szeretni akartak, gyarapodni akartak, gyereket nevelni akartak, gyarapítani akartak a városunkat, és alapvetően az emberi motiváció az változatlan. Motiváció? Téged mi motivált arra, hogy gitárt ragadj a kezedbe, vagy hogy jött nálad a zene? Hát a bátyám hozta haza az első gitárt, és be volt támasztva a sarokba, és a bátyám 7 évvel idősebb nálam, tehát ő már más felé érdeklődött, és kevesebbet volt otthon, mint én meg unatkoztam, délután gondoltam, megtanulok gitározni, kerül az semmibe. És akkor
túl voltam az első nehézségekkel, a bátyámnak a barátja megmutatta az első gitárakordokat, hogy hogy sem mehetne, és természetesen az általános iskolában asztalos Csabi barátokban az zenekart alapítottunk meg érne. Tehát ez innen indult. Aztán persze volt gitártanulás, Isten nyugosztalja szegény Zahár Attila bácsihoz jártam. Aztán úgy jöttek a középiskolás évek, a középiskolás zenekarok, a diák zenekarok, aztán meg egészen furcsán megalapítottuk ezt a Szifnipról nevezetű dolgot. Ez 1990 végén, 91 elején azt találtuk ki, hogy mi 50-es, 60-as években rakendrót akarunk játszani. Akkor még ez a retro, még a szót sem ismerte szerintem senki Magyarországon, nem volt divatban, de valahogy így jött össze a dolog, és innen indult el. És rájöttünk, hogy ennek van értelme, érdekli az embereket, furcsa módon az akkor 40-es, 50-es években járó emberek, a mi 20-20 éves srácokból, hölgyekből álló zenekarunkra akartak bűzni, és ez nekünk annyira megtetszett, hogy ezt jó sokáig csináltuk. És hát nyilván utána már nem volt menekvés, hogy Tolcsikát megtaláltam a zenekarban magamnak. Ezt elmondhatom röviden ennek a történetét. Azt akartam kérni, hogy te, mint gitáros srác, hogyan csajoztál be? Tehát mondjuk, mint Toncsival. Tehát... Figyelj, nagyon érdekes a sztori, mert akkor a Borbányai Művelődési Házban próbált ki akkor a zenekar. Toncsikát ajánlották nekünk, hogy van itt egy szőke csaj, aki jó énekel, kell énekesnő, aki jóhoz kell. És a főiskolai kollégiumba mentünk el, lehívattuk, mondtuk neki, hogy érdekli, egyből érdekelt a dolgot, engem meg egyből érdekelt ők, tehát ez innen. Jött aztán az első próbán, hát ugye klasszikusan a felállás a zenekarnak, hogy dob, basszus, gitár, ez a hátsó sor. Az első sor vannak a frontemberek, az énekesek. És hát tudod, csak pont előttem állt. Csaj, jó, néz ki hátul, és előről is. Kell ez nekem. Hát aztán így udvarlásba csapott át a dolog, és akkor ez lett a vége. És itt tartunk Dióhéjban együtt. Soha nem volt kérdés, hogy Toncsi vagy valaki más énekes csaj? Hát miért lett volna? Csak kérdés volt. Figyelj, kerek volt a világ előttem is, a hátam között is. Hát kellett volna. Semmi több nem kellett. Egyébként jó, hogy elmondtad, mert nem tudtam, hogy hogyan vezessem át erre a kérdésre a beszélgetés vonalát, hogy mégis hogyan találtad meg Toncsit. Most Toncsitól kérdezném meg azt, hogy te hogy lettél énekes? Tehát hogyan, hogy énekes, vagy énektanárnő, énekes és énektanárnő, hogy hogyan választottad ezt a szép területet? Otthon családi vonal volt ez a tanítás és tanári pálya? Tehát olyan szempontból, hogy nem volt, tehát a nővérem pedagógus, de nem volt a családban korábban énektanár. Én egy nagy családnak az utolsó gyermeke vagyok, a legkisebb, én úgy gondolom, hogy a tenyerükön hordoztak. És hát én azokra, az estékre emlékszem vissza, amikor édesanyám rengeteget énekelt nekem. És én úgy gondolom, hogy akkor ívódott belém ez az egész dolog. Nem tévét néztünk, nem volt internet nyilván abban az időszakban, úgyhogy szerintem ez alapozta meg azt, hogy én elkezdtem nyitni az ének felé. Tehát ez úgynevezett a Kodály módszernek is, ez a lényege, hogy minél hamarabb el kell kezdeni a zenei nevelést. Nekem itt kezdődött el, és nem volt kérdés. Tehát én kicsi korom óta azt mondtam, hogy én énekesnő akarok lenni. A dolog érdekessége, hogy én soha nem akartam ilyen nagy sztár énekesnő lenni. Nekem tulajdonképpen én úgy fogalmaztam ezt meg magamban, nekem az is jó, hogyha egy zenekarban én egy vokalista vagyok, és tulajdonképpen első körben vokalistaként kerültem be a Szívtipróba is, aztán utána majd önálló dalokat is énekeltem, és visszatérve én zenei tanulmányokat kezdtem, Máté Szalkán hegedültem, tulajdonképpen az volt a legegyszerűbb megoldás, hogyha én hegedülök, zongoránk sajnos nem volt, úgyhogy nem volt lehetőség arra, hogy én zongorán tanuljak meg, hát imádtam a hegedűnek a hangját, és közelben volt egy kislány, aki mindig a rejtélyes hegedűtokba vitte a hegedűjét, és emlékszem, hogy mondtam neki, hogy csak egyszer hadd nézzen már meg közelről, hogy milyen egy hegedű. És akkor nem hagytam békén a szüleimet, hogy de én hegedülni akarok. És utána bekerültem ide a Vasvári Pál Gimnáziumba a zenei tagozatra, és imádtam a történelmet,
az énekből is elég jól teljesítettem. Már akkor elkezdtem könnyű zenei zenekarokba énekelni, és tulajdonképpen felvételt nyertem ide a főiskolára, de könnyű zenei éneklést úgy senki nem tanított nekem, tehát én erre félig meddig mondhatom, büszke is vagyok, hogy klasszikus éneket, ugye, mintha hogy egy énektanárnak énekelni kell, azt tanultam a főiskolán, meg nyilván volt hangképzés valamilyen szinten a kollégiumban, de azt a fajta rock'n'rollos éneklést, tehát amikor bekerültem a safety próba, mondták a fiúk, hogy jó, de valahogy erősebben énekelj már. És akkor rájöttem, hogy igen, bizony a rock'n'rollhoz az kell egy torok hangon. És szépen az idő folyamán erre ráerősítettem, és ez szépen alakult ki nálam, ez a torokhang, és mondjuk a vokálozásban ezt a fejhangot is azért tudom használni. Nagyon szeretek mind a mai napig vokálozni a zenekarban, és hogyha a többiek énekelnek, én imádom, hogyha szólamba kell énekelni. Ez teljesen nagyon érdekes egyébként. Milyen diákok voltak? Szigorú? Én minta. Te minta, hogy hát, hogy úgy szigorúan követtétek a tanárok és a szülők utasítását, és nem rosszalkodtatok, vagy inkább egy kicsit kinkomiszak voltatok? Hát én a Bánkiba jártam. Az jó hely. Műszaki szakközépiskola, akkor ennek a műszaki pályának más presztízse volt, ami hogy egyébként most kezd visszajönni. Ilyen rendszerváltás után volt egy szomorúbb időszak a szakképzésnek, most azt gondolom, hogy az jó szakemberekre nagyon nagy szükség van mindenütt az ország, és megint kezd visszajönni ezeknek a szakmáknak a becsülete. Csak én mellettem én már művésznek képzeltem magam, tehát én több energiát fordítottam már akkor a gitározásba, meg a diák élet szépségeinek megélésébe, és hát nem egyszer kaptam meg egyébként a tanáraimtól, hogy ez nem művészeti szakgimnázium, rendes úr. Hát jó lenne foglalkozni a szakmával kicsit megértőbben, de hát ezek szép, régi, kedves emlékek. Szóval én hóhányom voltam. Mindig jó kislány voltam általános iskolába. Tulajdonképpen a középiskolába is én úgy gondolom, nem volt különösebb probléma velem. Érdekes, én kollégista voltam, aminek voltak nagyon pozitív oldalai és voltak negatív oldalai, és az elején nagyon nehezen szoktam meg azt, hogy 12 lány volt egy kis szobába összezsúfolva, különböző helyről érkeztünk, különböző habitussal. Voltak nekem nehéz időszakai, tehát az első év egy kicsit rázós volt, utána már azt mondom, hogy életem egyik legszebb, tehát amikor már összerázódott az a kis csapat, rettenetesen sokat nevettünk, tehát én ezekre emlékszem vissza, meg az, hogy azért akkoriban még más volt, tehát iskolaköpeny, stb. Tehát egyszer emlékszem, hogy kaptam azért az igazgatótól, mert nem volt rajtam iskolaköpeny, vagy... Hát én úgy gondolom, hogy azért kaptam 4-es magatartást, mert uram, bocsánat, elkezdtem, mert most viccesnek hangzik, elkezdtem szűkítetni a hajam, és ez akkoriban annyira kirívó volt, hogy bizony hiába volt nekem mellette két igazgatói dicséretem, és a magatartásom az 4-es volt, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg, hogy azért már soha nem voltam tiszteletlen a tanáraimmal sem, csak egy kicsit már másképp gondolkodom, meg hát már művésznek is köttem akkor is. A gyerekeknél, mondjuk itt a ugye most érettségizett fiadra... Már egyetemista. Már egyetemista. Igen. Hogy ott befolyásoltátok, vagy adtatok tanácsot, hogy melyik irányba menjen? Na ugye most nem mindig volt ugye a... Hát először ő is a rockzene vonalán indult el, és örültünk, és neki gitárt vette a kezébe, gitározott, zenekara volt. Hát ez a, amikor tizenéves volt, ugye már ő is a 20-as korosztályba lépett. Most viszont ő teljesen más zenei világ felé nyitott, ő most az elektronikus zene irányába, ami én bevallom, nekem nem a kedvencem, nem is nagyon értem, de nem mondom neki azt, hogy ne csinálja, mert lehet, hogy pontosan ő ebbe találja meg magát, és lehet, hogy pont ez lesz az, ami megalapozza a jövőjét. És szerintem elég ügyesen csinálja. Nem vannak visszajelzések általában megtalálható, ugye, szellemegosztó portálokon néhány szerzeménye van.
lemezkiadói szerződését, tehát ő már előrünk jutott ebben a dologban, lehet, hogy pénzt is fog vele keresni. Angolul interjúkat szokott készíteni, ilyen DJ-kkel, tehát ő most elment. Ő szerintem inkább a zenében ezt a sokszínűséget látja meg, hogy hogyan lehet egy hangszínt, egy hétköznapi tárgyakból is kérdezi tőlem, hogy szerinted ez milyen, miből van. És ő ezt élvezi, hogy tulajdonképpen különböző effekteket meg tud szerkeszteni, és a kreativitását itt tudja kiélni. Azért ez most nem is olyan rossz ez a dolog egyébként, így ahogy ezt elmondtad, ez teljesen rendben van. Én ebben látok perspektívát, tehát azért ezt el kell, hogy mondjam, hogy ez jó irány. Nagyon sokat lehet keresni szemplerekkel, tehát hogy ezeket megszemplerezni, és akkor eladni a... Kár, hogy nem mi találtuk ki, hogy 10 évvel ezelőtt. Így van. Igen. Nem, a zene az egy dolog, de ugye szokták volt mondani, hogy fiam, legyen egy tisztességes munkád, és aztán azzal foglalkozol, amivel szeretnél. Mi lesz az ő tisztességes munkája? Hát hivatalosan képalkotás szakra jár. Itt ez is tulajdonképpen a képzőművészetnek az egyik része, és itt is tulajdonképpen a kreativitását tudja kiélni. Hát egészen érdekes dolgokat csinált, míg fel nem vették oda, mert ugye portfóliót kellett készítenie a felvételéhez, és akkor hát a fürdőszobát azt nem szívesen mutattam volna meg akkor se senkinek. Most is félig fotólabor. Igen, instant kávéval hívott elő filmeket, meg tehát ilyen hihetetlen dolgokat, úgyhogy hát ez sok felé el tudja vinni, tehát akár az elektronikus grafika irányába a plakát tervezés, vagy éppen a fényképészkedés, tehát rengeteg ilyen régi fényképezője van, ezeket gyűjti, és ért is valami. Hát ki tudja, hogy Nem tudjuk, de képalkotás szakra jár Bertonának, és azt tud végezni. És annyit ehhez mit szóltál itt? Figyelj, én nagyon erős vagyok rajzban is, tehát az nagyon szépen tudok rajzolni, idézőjelben az életet, azt én tényleg nem tudom, hogy honnan jött a fiúnak, hál' Istennek ott van, illetve édesapám elég jól rajzolt, nagyon szép írása is volt. Tehát valahonnan innen jött genetikusan. Én azt gondolom, hogy hagyni kell őket, most mi nem tudjuk megmondani egyébként, hogy merre fog ez a világ alakulni. Tehát aki most jó szívvel tanácsot akar adni a gyerekének, hogy melyik irányba induljon el mondjuk egy egyetemre, hát én nem tudom, ahhoz szerintem igen erős jós tehetség kell, hogy 5 év múlva mi lesz majd az a sikerszakma, vagy sztárszakma, ami biztos megélhet, és hát persze lehet mondani, hogy klasszikus jogász, mert ott sok szakma terület van, de én szerintem nem tudjuk megsacolni. A technológia 5 év alatt annyit tud változni, hogy ami 5 évvel ezelőtt volt, azt már kidobjuk, mert az már használhatatlan. Tehát nem tudjuk. Én a meggyőződésem. Hagyni kell őket, ők jobban értik már ezt a világot. Egy picit térjünk vissza a zenéhez és a Menta Projecthez. A gyerekek mit szóltak, amikor konstatálták, hogy apa és anya fenn a színpadon, apa rángatja a gitárt? Hát ők ebben beleszülettek. Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen amikor Bende megszületett, 2 hónapra rá visszaálltam énekelni, amikor Boldival terhes voltam, akkor 3 héttel szülés előtt még egy bált végig énekeltem. Tehát ők az anya még is a zenét hallgatták, és tehát ők hozzá voltak szokva ehhez. Nekik nyilván más gyerek, hogyha ilyen szituációban meglátja a szüleit, akkor jaj, de jó, meg benne vannak a tévében, és akkor milyen jó. Ő, nekik ez természetes. Tehát ők volt, amikor ugye jöttek a koncertekre, nyilván amikor olyan időben volt, tehát nem késő este, akkor jöttek és hallgattak minket. Úgyhogy szeretik szerintem is. Én bízom benne, hogy büszkék rá. Majd megkérdezik este. Menta Project. Rengeteg tagotok van, számosan álltok a színpadon. Nagy az egyetértés, hogy el lehet azt árulni, hogy van néha széthúzás, nem egyetértés. Hogy kezelitek? Nem széthúzás van, hanem hát mondtad, én vagyok a tyúkanyó, én fogom össze, bár azt mondtad, hogy én vagyok a főnök, tehát én azt mondom, én vagyok a tyúkanyó, én fogom össze a csapatot.
és akkor számon tartani ki, mikor, hova megy, és át, nálam futnak össze a szálak mindig, és természetesen nem vagyunk egyformák, mindig azt szoktam mondani, hála jó Istennek, hogy mindenki külön egyéniség, persze vannak pillanatok, amikor más gondolunk egy-egy dologról, de én úgy gondolom, hogy mindig meg tudjuk találni a közös hangnemet. És nagyon jól összerázódtunk, annak ellenére, hogy heten vagyunk, de most én úgy érzem, hogy most olyan ez a csapat, amiért szeretnék, hogy legyen egy ilyen csapat, amiben énekelek, hogy tényleg több szólamban meg tudunk szólalni. Nekem, amint mondtam, meg kórusban is énekeltem, tehát ez nekem nagyon fontos. És én úgy gondolom, hogy a hangszeres szekciók is, én úgy gondolom, hogy mindenki a maga területén, igen, jó. Tehát Fákei Béla, a basszusgitáros, ugye Sanyi, mint szólógitáros, Horgásszal együtt dolgoltunk, a Horányi Lacival együtt, vagy együtt zenéltünk a Szívtipróba, tehát onnan megint közös a barátság, és Jenei Péter az, aki mindig, ha mi nem tudjuk, hogy úristen, ez hogy is van, Péter tuti, őre mindig lehet számítani. Péter a szikla. Ő a kősziklánk, igen, és örülök neki, hogy van még egy énekhang is mellettem, ugye Ildikó személyében, ő billentyűn is játszik, és igen, a repertoárt ettől is tudjuk színesíteni, hogy ennyi félék vagyunk, és ugye Robi, akinek különleges hangja van, olyan Charlie-ra hasonlító hangja van, tehát ő is egy pluszt adott még a zenekarhoz, mindenféle a hangzásunkhoz. Hát persze itt a zenélésen túl azért ez nagyon fontos szerintem kiemelni, nem ez a társaság nem csak azért van, hogy elmenjen és próbáljon, és egy zenei produkciót lerakjon az asztalra, ezért is van, mert nyilvánvalóan akkor nem csinálnak semmit, csak leállnak együtt szalonát sütni, de szeretünk együtt lenni. És ez a kiinduló pont. Mindenki igyekszik a másiknak az egyéniséget tiszteletben tartani, mindenki elfoglalt ember, tehát itt tényleg a naptár egyeztetés a legnagyobb probléma. De ha egyszer eljutottuk odáig, hogy össze tudtuk egyeztetni azt a bizonyos naptári napot, akkor mi is érezzük jól magunkat, mert persze esetleg a közönséget is érdekli, ők is érezzék jól magunkat, attól, hogy mi jól érezzük magunkat. Meg szerintem az is nagyon fontos, én ezt el szoktam mindig mondani a többieknek, hogy nagyon jó, hogy együtt zenélünk, de nem szeretnénk, hogy bárkinek a magánéletébe ennek a rovására menjen. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő el akar menni nyaralni, akkor nekünk kötelességünk alkalmazkodni hozzá. Vagy ha ő miatt, ha nem tudunk, valaki miatt nem tudunk elvállalni egy fellépést, akkor azt mondjuk, jó, akkor akkor nem megyünk, és nem dől össze a világ. Nem titok, mi nem ebből élünk meg. Tehát mindenkinek van polgári foglalkozása, mindenki nagyon elfoglalt, családos emberek vagyunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez tényleg a szeretetről szól, hogy a zenélés és egymás szeretetéről szól. Említetted, Sanyi, itt az előbb, és ez megragadta a gondolatot, és újabb gondolatot generált, hogy végül is ez egy nagy család, és ti inkább barátok vagyok, és jól akarjátok magatokon, és kellemesen eltölteni a szabadidőt. Gyakorta elmentek úgy, hogy a zenekar és családjaik? Nem, arra már tényleg nincs idő. Tervezzük egy nagy kollektív fagyizást, nem titok, Horgász, a fő fagyizatos, iszonyat mennyiségű fagyit megbérelni, és neki próba után ő irány is egyből megy, hogy egy jó nagy adag fagyit megegyen. Ez tervbe van véve, de hát tényleg örülünk neki, hogy a próbákat össze tudjuk hozni. Tehát igen, ez a jövő tervezzük, de hát majd csak egyszer összejön. Jocsi, most egy merényletet készülök elkövetni ellened. Szóba hozok egy kórust, a Hölgykoszorút, hogy te annak idején te kórusban is énekeltél. Igen. Ez egy, és nem olyan régen volt itt ugye Tamás Attila nálam, és ő hát egy ideig, amíg Tici babákkal foglalkozott, illetve hát a babák világa jöttek, rövid ideig ugye ott volt veletek, meg zenélt is nektek, meg zongorázott is. Hogy érezted magad a hölgyek között? Na hát, erről, tehát
tudni kell, hogy akkor, amikor megalakult ez az egész, akkor én olvastam az interneten, akkor talán még az IVI volt, és én akkor pont Boldival. Olyan, igen. Igen, Boldival, bizony. Boldival voltam otthon, és hát én azért elég ilyen izgő-mozgó ember vagyok, tehát azért a nagy bezártságot én nem sokáig bírom elviselni, és akkor éppen nem volt zenekar, akkor már mi nem zenéltünk a Safety Pro-ba, még nem volt másik zenekar, és akkor láttam ezt, hogy picit oborozza itt az énekelni szerető hölgyeket a városba, és én örömmel mentem el. Tulajdonképpen az Attila, tehát abban az időszakban én már nem jártam, mert utána én visszaálltam dolgozni, tehát utána már az pont elég volt nekem, hogy vidékre kijárjak, két gyereket még ellássak, tehát utána már én nem vettem részt a kórus életében, de nagyon szerettem oda járni. Igen. És sok ismerőst szereztem. És régi ismerősökkel is nagy örömmel találkoztam, és énekeltem együtt. Rossz nyelvek azt mondják, hát nem is olyan rosszak, mert itt kimellett most kikítok nagyon kapni tőlük. Tehát a rossz nyelvek azt mondják, hogy nagyon jól érezted magad, meg ők is szerettek téged, és hogy sajnálták, amikor úgy döntöttél, hogy mégse. Ezt csak azért kérdeztem meg, hogy azért teljes legyen a rólad alkotott zenei múlt, hogy azért te elég sok helyen megfordultál. Igen, igen, sőt, ha már ez felhozódott sok helyen, én énekeltem country zenekarba is, annak idején volt a Texas zenekar, ott még gitároztam is. Nyilván nem szól. Képzeld, de mi munka voltam. Szóval ritmus gitáron játszottam, nem én voltam az fő gitáros, de azért szerintem jól mutattam ott a színpadon, hogy a csaj azért játszik gitáron, sőt blues zenekarban. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy ez az énekhangomat is valamilyen szinten formáltad, másképp kell énekelni a countryt, meg másképp kell a blues-t énekelni, mert Blues Road zenekarban is voltunk együtt, és akkor ott is énekeltem. Tehát több stílus, sőt még ha meg szabad említeni, imádom a népzenét is, és azt mondják, hogy ahhoz is elég jó hangom van, tehát a népdarabhoz, én imádom a népdarabot. Ha már így említetted ugye a gitárt, miért maradt a hegedűvel, mi lett, azt letetted, abba hagytad? Én megmondom őszintén, hogy kritikus vagyok magammal szemben, és mindig az volt, hogy hegedűvel hallottam, hogy a tanárnéni hogy játssza el azt a darabot, és utána én a kezembe veszem a hegedűt, és én csak nyekerjek. Tehát tulajdonképpen ugye látom, nincs is hatalmas kezem, tehát az adottságaim sem voltak meg arra, hogy én kiváló hegedűs legyek, kitartásom sem volt. Kamarazenekarban játszottam, még ott Máté Szalkán, ezt nagyon szerettem, viszont nagyon sok hangszert, arra büszke, hogy sok hangszert meg tudok szólaltatni, tehát én amikor elvégeztem a főiskolát, utána még visszajártam citerát tanulni Borsi Ferihez, beiratkoztam itt a zeneiskolába, akkor a fuvolázás alapjait tanultam meg. Zongora az alap kellett a főiskolára, de basszusgitáron is valamennyire azért eltájékozódom, tehát azért elég sok hangszeren tudok játszani. Még azt mondják, hogy a hölgyeknek nem szerencsés citerázni, mert ugye az adanépi manikűrnek, tehát az úgy nem, ez... hát tengetővel kellett, de tényleg valóban tehát többféle technika van, és mi azt a fajtát tanultuk, amikor az ujjunkat kell rányomni, hát jó kis hólyagok keletkeztek az elején, mint aki gitározni tanul, és ugye meg kell erősíteni, és pengetővel, és hát szenzációsan jó tanárom volt. Kérdés, egy picit evezzünk más vizekre. Mit csináltok akkor, hogyha nincs Mentor Project, nem dolgoztok, és jut egymásra időtök, mit csináltok szabad időben szívesen? Ja. Mikor volt ilyen utoljára? És akkor mit csináltok, mikor volt ilyen utoljára? Nehéz felidézni, mert azért az embernek van egy családja, akkor azt tölti ki az életét. Hát olyan nem is tudom, hogy volt, amikor ketten elmentünk valahol. Hát igen, én ezt nehezményezem is, de most azért én is hibás vagyok, mert most járok andragógiai eszletre, mesterlevelezőre, és per pillanat most vizsgai időszak van, meg készültem nyelvvizsgára is, tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit most én ezt helyeztem előtérbe. Akkor nem lehet. Na hát igen, igen, de nincs mindig vizsgai időszak. Várjuk a nyarat. Igen, ez így igaz. Szeretek utazni?
Hát szeretnénk utazni, hogyha erre lenne lehetőség. Ha túl sok helyre nem mehetünk. Hát pontosan azért, mert legtöbb időszakban, tehát amikor dübörgött, úgymond, tehát amikor ott voltunk a szívtipróba, akkor abszolút nem is terveztük soha nyaralást, tehát akkor nem. Mondjuk én szeretek, egy egyesülettel szoktam járni, túrázni. Most hiába fáradt voltam, de azért egy erdélyi torockói túrát bevállaltam, előtte Kassán voltam, mert azt mondom, hogy kell az egy kicsit, hogy friss levegőn legyek, hogy társaságban legyek, akkor a barátnőmmel szoktam menni, és hát minden hónap egyszer van egy ilyen túra alkalom, és akkor olyan jól kibeszélgetjük magunkat, mert amúgy nekem sincs arra időm, hogy a hétköznapokban, hogy jaj, üljünk be egy kávét, tehát arra nincsen időm, viszont a hosszú buszozás az alkalmat ad arra, hogy én a barátnőmmel szoktam túrázni. Csajos hétvége. Igen, igen. Sanyinak hiába mondtam, hogy jöjjön. Annak örülök, ha otthon lehetek, és nem kell csinálni semmit. Tehát egy kicsit pihensz. Igen, de már nem is pihenés, nem fáradtság, hanem ugye az embernek a foglalkozásából adódóan van annyi kontaktja hétközben, hogy én kifejezetten szeretek néha egyedül lenni. Az embernek kicsit át kell mosni az agyát, ez lehet, hogy ilyen magának való ember típusát jelenti. De én meg azt mondom, hogy ha aki végig akarja gondolni a dolgait, és egy picit befelé is akar élni, annak szüksége van még egy családon belül is egy pici magányra. Föl kell tenni néha a fülhallgatót, és akkor ki lehet zárni a világot. Ez a 21. századi technika erre. Régen meg kiültek a fülünkbe, és hallgatták a vízcsobogását. Tehát most nekünk ahhoz el kell menni valahogy, hogy le tudjon jönni az ember magába. Én szeretek otthon is egyedül lenni. Sok fotót látok az interneten, nem csak az ételekről, hanem a macskáról, a különböző madárkákról. Te társasági életet élsz az állatokkal? A teraszon sokat ül. Azt volt be. Sokat ülök a teraszon, valóban. Én ott kapcsolódok ki otthon esténként, és akkor még természetesen az ember nem tudja elengedni a munkáját, akkor még végigolvasom az összes hírportál legfontosabb híreit, de ez úgy jó, mert ez egy ilyen magányos pillanat. És akkor a madarak meg a macskák azok jönnek hozzánk, tehát mi nem szoktunk befogadni szoktunk állatot, nem vásárolni. Tehát, hát ez a már anyadik macska, aki beköltözött, hát, negyedik, azt hiszem. És négy macskátok van? Nem. Hát ugye a macskák nem mindegyike tud vigyázni magára, tehát volt amelyik autó ütött el, stb. Tehát volt, amelyik tovább költözött. Tovább költözött. Most például a legutóbbi az átment a szomszédba, úgyhogy... Szeretjük családilag az állatokat egyébként. Hát azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a ember természet közeliségéhez, hogy valami élőlény is legyen körülötte. És nekem gyerekkoromban mindig volt kutyám, ugye a társasházban az ember nem tart kutyát, hogy ne zavarja feltétlenül a lakótársait, meg azok a kutyák, amik kutyaszámban lehet nézni, már bocsánat, mert egyébként ezek a kistestű, otthon tartható kutyák is nagyon aranyosak, meg nagyon kedvesek, de mi a nagyobb kutyákat szeretnénk, meg milyen kutyánk is volt, de azok nem való kakásban, nekem meggyőződésem, hogy a kutya se érzi jól magát, aki terület kell ahhoz, hogy le tudja magát mozogni. Tehát a kutya hiányzik az életünkben, majd ha egyszer merünk alottól veszünk egy nagy kertes házat, és 8 kutyát fogunk tartani. Ez a fel. 8-at? 8-at. Nekem egy is elég. Menj meg hívlak, sétálhatunk. Jó. Ugye tudok szerezni kutyát. Köszönöm. Nem csak úgy kölcsönbe, hogy sokkal pénzéggel sétál. Múltkor itt volt Szakos Andi, és neki van egy 70 kilós kutyája, tehát a szívesen kölcsön adja bárkinek, hogy csak tudja megtartani, és ne kapja mondjuk 40 éve keresztbe. Tehát... Hát igen, hát ezeket a kutyákat klasszikusan lópóklásodra tartják. Igen. Így a beszélgetés vége felett azért van egy pár kérdésem hozzátok. Mindig szoktak ilyen villámkérdések lenni. Többek között azt, hogy mit csinálnátok, hogyha tengernyi időtök lenne, és azt az fordíthatnátok, amire akarjátok. Én még gondolkodom. Hát,
Én szerintem úgy utaznánk. Tehát az biztos, hogy hiányzik az életünkben, az ember úgy a nagy világot megismerje, és ahhoz képest tudja meghatározni magát. Ezt egyébként meg azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember tudja értékelni azt amilyen van, meg amik körbe veszi, ahhoz el kell menni máshova megnézni, más emberek, hogy élnek, mit csinálnak, és akkor helyre kerülnek. Én szinte 100%-ban azt mondanám, hogy utaznánk biztos. Hát biztos, hogy úgy lenne, de zenélnénk is az egészen biztos. Utca zenélnénk. Páristórióig. De kipróbálhatjátok most itt magatokat, mert lesz anyák. Hát, igen. Utca zenélés? Be benne lennétek egyébként? Ez most egy ilyen mellékes kérdés, hogy ha azt mondanák, hogy szervezett formában, mondjuk nem ilyen verseny, meg ilyesmi, hanem mondjuk kimennétek külföldre, és akkor azt mondanátok, hogy csinálják egy jó bulit, és akkor álljunk össze, hogy zenénk egy kicsit. Hát szerintem az nem a mi fajunk. Zenekarban működünk. Igen, nekünk ez így teljes, hogy van dob, basszusgitár, tehát csak úgy, hogy meg Isten igazából most lehet, hogy elárulom, de olyat mi nagyon ritkán csinálunk, hogy na akkor játsz már el ezt, és akkor gitározni, Sanyi és én meg énekelek. Sajnos, talán, hogyha a tengernyi sok időnk lenne, akkor ezt csinálnánk, mert tényleg amikor az, hogy egy dalt meg kell tanulni, akkor én megtanulom a magam részét, Sanyi megtanulja a maga részét, és akkor pakoljuk Isten igazából össze, amikor a csapat már együtt van. Tehát, hogyha sok időnk lenne, akkor lehet, hogy Csak zenélnénk. Utaznánk és zenélnénk. Igen. Mennyire vagy semmi technikai ember egyébként? Én nagyon szeretem a modern technikát, a információs technikát, ez minden érdekel, tehát mind bele tudok szerelmesedni ilyen hangrögzítőkben, és érdekel is egyébként, követem is, igyekszem követni a technikának a változását. Én szeretem. Ha sok pénzed lenne, mennyit költenél technikára? Az összes. Az összes, valószínűleg. Tehát minden kütyüt megvennék magamnak, amire úgy gondolnám, hogy kihagyhatatlan az életbe, és amit meglátok az interneten, én arról azt gondolom, hogy ez kihagyhatatlan is kell. Úristen, még ismerek egy ilyen embert. Igen, tök jó vagyok, legalább nem vagyok teljesen ez mondjuk rendszeridegen. De ez függőség. Igen. Erősítse meg, nem? Igen. Tehát az igen. Ember talál valamit, ami felkelti az érdeklődést, hogy de ügyesen kitalálták, vagy valami jobb, mint az egy szériával ezelőtti, és akkor az ember heteken keresztül tudja a különböző portálokon vizsgálni azt, hogy ez tényleg az, amit gondoltam, hogy tényleg azt tudja, amit írnak róla. Egyébként igen. Te mit kezdenél tengerni sok pénzzel? Mondjuk nem számít, hello? Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy én ezzel nem is gondolkodtam. Nyilván szeretnék az álmom egy polgári ház, tulajdonképpen szép belső udvara. Nekem az, tehát nem ezek a modern mostani lakások és családi ház, hanem egy ilyen régi típusú, szépen felújítva. Tehát nekem ez az álmom és a vágyam, és akkor nyilván ott lenne egy kis zeneszoba is, tehát ezek a ugye, nagy belső teres házak, nekem ezt imádom, ezt nem is tudom, ezt tudja az egész család, hogy na, ha nyerünk, akkor az első, hogy a polgári házat megveszünk. Nekem meg egy kis kert, ahol virágok lennének, tehát ezt nagyon szeretném. De túl sok részt nem szeretnék. Én mindig azt mondom, hogy annyi legyen, amennyire szükség van. Én nem nagyra vágyok. És te féket képezel Sanyinak, amikor így rendelni akkor internetről, hogy te vagy a fék? Nem, most pont én vagyok az, aki rajta vagyok egy elektromos zongorának a megrendelésén, mert van egy billentyűnk, és ugye Boldi Zsáron zongorázni tanul, és sajnos elromlott a szintetizátorunk. Hát az is egy kalapács mechanikás, tehát jófajta készülék, és hát nem sikerült még eddig megjavítatni, és azt mondtam, hogy most már itt van a vége. Meg érzem a hiányát, hogy nincs egy zongorám, és azt mondtam, ha neki lehet gitár, akkor nekünk meg legyen zongora. Tehát most én mondom azt, hogy én nem fékezek. Te gáztad. Igen. És ha most így azt mondanák nektek, hogy utazhattok, biztosítjuk a pénzt, ellátmányt, minden, semmi nem lehet gondotok. Hova mennétek el? De csak ketten mehettek el, tehát... Hát én Ázsia.
Ázsia, mindenféleképpen, tehát Vietnám, Kína, India, tehát nekem ez. Benne lenni, én mondjuk én befizetnék egy teljes Forma 1-es szezonra. Igen? Nem, hát elindulna az ember a világ körül, és tulajdonképpen a jó időt tölti mindenütt. Egy-két hét különbség van a versenyek között, tök jó városokban, tök jó környéken, az egy majdnem világ körüli út lenne. Meg hát közben az ember megnézni a versenyeket. Hát akkor egy biztos, hogy nem mennék, mert engem abszolút nem vonza a Forma 1 világa. Sanyi, amikor már megkezdődik a szezon, akkor már fogom a fejem, hogy jó, akkor a vasárnap délután akkor már elment. Ha csak nem próbálunk. Ha csak nem próbálunk, igen. Csak a felvételen nézed meg, vagy? Nem, már régebben felvettem, azért is kaptam otthon egyébként. Hát kiírta a lemezeket. Hát teljes szezonok vannak, meg DVD lemezeken, a MotoGP-t is követtem egy időben, és azok is megvannak a archívumban egyébként. Hát Palik összesed is megvan? Meg. Ez még azokból az időkből, aztán Szújó Zoli korszakra is megvan, de már most ezeket nem rögzítem már. Azért a Forma 1 sokat változott az elmúlt években, már nem kevesebb izgalmat nyújt, de én nem tudok rákattalni a létvényeket. Kurulnak az autók, akkor nézni kell. Akkor nézni kell. És aludni. Néha aludni. Jó, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mik várható a nyáron. Megmondom őszintén, hogy láttam ezt, azt, de hogy mondjátok el, légy szíves, ti, hogy hol lesztek, mit csináltok, ment a projekt. Hát lesznek fellépéseink, ami még nem konkrét, arról nem beszélünk, tehát több helyről is rendezvényekkel kapcsolatosan megkerestek minket. Ahogy szokták mondani, hogy kövessenek bennünket a Facebookon. Igaz. Igen, és kövessenek téged a Facebookon, az ételeket, amiket készített. Ja, mondom, már nem teszek ki legalább egy semmit. Én szeretném, én mindig olyan jó. Akkor neked már kiválva és ezért kezdte elcsinálni, mert sokan mondták. Nézd, olyan jó, tudod, hogy milyen jó lenne azokat a kajákat enni? Hát esküszöm, elmegyek hozzátok. Már majd főzök neked valamit. Jó. Akkor még egy dolgot tudok neked ígérni, hogy ugye nekem van a programinfo, mint hírportál, mi rendszeresen közé tesszük a Menta Projectnek a állomásait, úgyhogy engem is lehet követni. És hogyha van olyan híretek, valamit meg szeretnétek velünk osztani, akkor hívjuk, küldjétek, igen. Jó. És akkor mi meg tájékoztatjuk a nagy érdemét. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. A jövőbeni munkátokhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Sok eredményes koncertet, meg még minden egyebet, ami ehhez kell, és hát kívánom, hogy az álmaitok valóra váljon, és ehhez jó egészséget is kívánok nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőktől már a búcsúzom, viszontlátásra, viszonthallásra.